Profit Warningot tett közzé a Raiffeisen tegnap a késő esti órákban. A korábbi 1300-1400 millió euróshoz képest most már 1500-1700 millió eurós kárt, illetve kockázati költséget várnak. Teszik ezt azért, mert a magyar operációban magasabb lesz a kockázati költség, mint korábban várták, és az ukrán fejlemények is erősen aggasztják őket. Ma délután az MNB-re fogunk figyelni. 2 órakor jön a szokásos kamatdöntés, pillanatnyilag a piac nem vár kamatcsökkentést, de a 3 órás közlemény nagyon fontos lesz, mert a szokásos negyedéves inflációs jelentésben inflációs, illetve GDP prognózisokat közöl majd a Magyar Nemzeti Bank. Pillanatnyilag 2014-re 2,9%-os, 2015-re pedig 2,4%-os GDP növekedés prognosztizált az MNB a korábbi jelentésben. Az inflációs helyzet igazán nyomott, 0%-os inflációs nyomásra számítanak 2014-ben, 2015-ben pedig 2,5%-on tetőzhet az infláció véleményük szerint.